Lázár János építési és közlekedési miniszter a múlt hét folyamán részt vett a kiszombori falu gyűlésen. Itt az országgyűlési képviselő rávilágított. Munkájának egyik fontos célja, hogy a körzetében található falvakban is emelkedjen az életszínvonal, és a lakosok megmaradjanak ezeken a helyeken egy-egy nagyobb település közelében. Ennek az életformának lesz keletje Magyarországon. Mi ezt tudatosan fejlesztjük is, hogy az embereknek ne kelljen nagyvárosokba elköltöznie. Mi azt szeretnénk, hogy ebben a négy esztendőben minél több kis településen élő ember az eddigieknél jobb körülmények között éljen, találja meg a számítását, ehhez rendeljük a tömegközlekedést, az emberek mozgatását, hiszen Magyarországon 4,5 millió ember, ugye vagyunk 9,5 millió, 10 millió magyar az ország jelenlegi határai között, ebből 4,5-5 millió ember minden nap ingázik valahova. Hozzátette, Kiszomboron is sokan vannak azok, akik rendszeresen bejárnak például Szegedre vagy Makóra. Éppen ezért miniszterként és képviselőként azon dolgozik, hogy az egész országban szinte ingyenesen vagy nagyon olcsón lehessen igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket. Május 1-től egy havi fölnőtt bérlet 9450 forintba kerül, amiben az összes vasúti és volán járművet igénybe lehet venni. Ez egy diáknak 945 forint, és egy hónapra pedig 18.200 forintért fogunk olyan bérletet adni, amivel bárhová el lehet menni az országban egész hónapon keresztül. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok megindulnak nyáron, 1820 forintból hónapig járhatják az országot az összes volán és az összes mávjáraton, úgy, hogy ez azt gondolom megfelelően kedvezményes. Tehát én azon dolgozom, hogy pont a kis településekről való, nagy településre való bejutást könnyebbé, egyszerűbbé, olcsóbbá tegyük, ennek rendeljük alá a közlekedés szervezését is. Az is nagyban javíthatja a falvakban és községekben lakók életminőségét, ha a közeli nagyobb településeken komoly beruházások, fejlesztések valósulnak meg. Jó példa erre a járásközpont Makó. Itt folyik Magyarország egyik legnagyobb 10 milliárd forintos turisztikai fejlesztése, ahová tucatszámra fognak munkaerőt keresni szinte minden területen. Lázár János hangsúlyozta, a fejlesztés elkészülte után úgy számolnak, hogy éves szinten körülbelül 150 ezer ember fog érkezni a 20 ezer lélekszámú marosmenti városba. Ennek az embertömegnek a kiszolgálása pedig nem kis feladat és egyben üzleti lehetőség, melyből többek között Kiszombor is profitálhat majd a jövőben.